A legtöbb vállalati bankszámlánál áthárították a tranzakciós adót 1:1, emiatt mindegyik bankszámla körülbelül arányosan drágult. Amire nagyon oda kell figyelnünk, az a több mint 100 egyéb díjtétel, ami egy vállalati bankszámlához hozzátartozik. Egy friss vállalkozás akár évente 10 000 forint és a teljes bankolási költségeit le tudja tudni, de hogyha rosszul választanak bankszámlát, akkor évente akár 200 000 forint is lehet, illetve hogyha egy közepes méretű cégünk van, aminek körülbelül 30 milliós éves árbevétellel számoltunk egy-két alkalmazottal, akkor találhatunk bankszámlát már évente 60 000 forintért is, illetve 360 000 forintba is kerülhet ugyanaz a számla, ugyanazokkal a szolgáltatásokkal. Általában 3 díjtétel szokott nagyon fontos lenni egy vállalatnál, a legtöbb esetben utalunk. Ha nagyon sok utalásunk van, akkor érdemes odafigyelni a minimum díjakra, ez általában az utalásoknál szokott lenni egy 100%-os tétel, de minimum 100 vagy akár 300-400 forint is. A nagyon sok kicsi utalás miatt, akár a járulékok, a különböző terhelések miatt előfordulhat, hogy hiába olcsó az utalásnak a díja, a minimum díj miatt szinte mindig csak a minimumot fogjuk fizetni, tehát a sok kicsiből akár több 10 000 forintos extra költség is kijöhet. A legtöbb banknál van olyan költség, amit úgy hívnak, hogy tételdíj. Ez azt jelenti, ez egy 10 és 50 forint közötti díj. Minden esetben, amikor a számlán bármilyen pénzmozgás van, jóváírás vagy terhelés, akkor ezt a díjat ezt felszámolják. Ami pedig a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy itt kell egy nagy döntést hoznunk, az az, hogy az internetbankot fogjuk-e túlnyomó részt használni, vagy a fiókban fogunk-e utalni. Hogyha bemegyünk a bankfiókba utalni, és ott intézünk mindent, akkor körülbelül dupla annyit fogunk fizetni minden banki költségért, ha rosszul válasszuk meg a bankszámlát. Vannak olyan bankszámlák, amik kifejezetten a fióki ügyintézésre lettek optimalizálva, tehát itt olcsóbb, hogyha fiókba intézzük az utalásokat és a különböző tranzakciókat, mint hogyha az internetbankon csinálnánk, és igazából ezekre kell koncentrálnunk, hiszen a tranzakciós adó az mindenhol ugyanannyi, de ez a sok kis egyéb tétel, utalások költsége, tételdíj, bankszámlának a tételei, ezek nagyban megdobhatják az éves összköltségünket.